A Dózsa-György utca végén elhelyezkedő kölyökvár 1929-ben épült, egykoron pedig szerves részét képezte a városközpont kulturális életének. Az épület az utóbbi években elhanyagoltá és egyre inkább kihasználatlanná vált, ám nyár végétől megkezdődhetett a felújítás a terület és településfejlesztési operatív program keretében. Adorján Gusztáv a munkálatok bemutatásakor elmondta, az önkormányzat egy régi adósságot törlesztett a városlakók felé a kölyökvár rekonstrukciójával. Ez egy több mint 60 éves épület, és hát ugye lehetőségünk volt arra, hogy több dolgot összehozva, nevezetesen a kölyökvárat, az alvégesi művelődéset és a Robinson dombnak egy ilyen közös topos pályázatba lépett be a város. Közel 270 millió forintos beruházás, és ebből, ahol most vagyunk, és most már ugye az utolsó simításokat végzik a kölyökvárba, ez egy 230 millió forintos beruházási összeg, amiből a város is önerőt tett hozzá. A kölyökvár az elmúlt hónapokban külsőleg és belsőleg is komoly átalakulásokon esett át. Külső szigetelést kapott az épület, kicserélték a nyílászárókat és a vizes blokkokat, korszerűsítették a fűtést és új ledes lámpák világítják meg a kistermeket. A nagy teremben lévő karzat és az erkélyes nézőtér födém szerkezetének megerősítése is folyamatban van, de részét képezi a felújításnak az épület akadálymentesítése is. A Dorják Gusztáv hozzátette, az átadásra már nem kell sokat várni a Nyíregyháza lakóinak. Funkcióval tele lesz ez a művelődési ház, ami gyakorlatilag hát ugye a nagy művelődési központnak egy része. Itt benne a belvárosban nagyon örülünk neki, úgyhogy én gondolom azt, hogy egy jó erős hónapon belül már itt komoly kulturális programok fognak szerepelni. A kölyökvár rekonstrukciója, a Nyíregyháza három szinterének infrastrukturális fejlesztése című pályázat záró tétele is egyben. A megújult Robinson dobot tavaly szeptemberben, az alvégesi művelődési házat pedig októberben adták át az érdeklődőknek.